Sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma megmutatom nektek, milyen teát szoktam csinálni, amit a gyerek is imád, és ami nagyon jó az egészségnek. Az egyik Cabo Verde-ből az egyik barátom tanította ezt nekem. Ezt nem tudom, Cabo Verde-t, az hogy kell mondani magyarul, de mindegy. Tudjátok, ott Afrika, Szenegál mellett kifele a tengerben egy íl, jaj, hogy kell már ezt mondani magyarul? Sziget, íl, na jó, szóval megmutatom nektek, hogy milyen nagyon finom teát szoktunk csinálni, és a gyerek imádja. Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thé que mes amis du Cap-Vert m'ont montré et qu'on boit très régulièrement et que même les enfants adorent, bizarrement. Vous allez me dire quand vous allez voir ce que c'est. C'est très très bon pour la santé et je vous recommande vivement d'en boire tous les jours. Alors, ça va ressembler à ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Szóval, belerakok ilyen hagyma héjakat. Et j'ai hagyma darabot is. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est fait avec des épluchures d'oignons, auxquelles on rajoute aussi un quart d'oignon. Donc là, il n'y a que des épluchures. Ehhez hozzá fogok még adni fokhagymát, így ahogy van, csak egy kicsit összenyomom, hogy így jobban lehessen érezni. Donc là-dedans, je vais rajouter de l'ail, mais je vais un petit peu les écraser pour qu'on sente mieux le goût. Donc j'ai mis toutes les épluchures dedans, même ça. Szóval beledobtam minden kis darabot, ezt is, így. Minden héját, meg mindent. És ezt így össze fogom nyomni. Et ça, je vais l'écraser comme ça avec le couteau. A késsel, így. Donc après, ça ressemble à ça. Szóval utána így néz ki. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un citron. On le coupe en deux. Et je vais garder juste cette moitié. Moi, j'enlève le petit bout parce que comme la peau, c'est toujours un petit peu amer, la peau, là, je la mets pas dedans. Mais tout le reste, je mets tout dedans. Mais ça, c'est pas sale, hein, c'est juste parce que le citron, il est un peu, voilà, un peu comme ça. Szóval, ahogy látjátok, belerakom a fél citromot így, hogy leveszem ezt a kis darabot, mert ez egy kicsit keserű, keserűvé teszi a teját. Úgyhogy ezt nem nagyon rakom bele, de bele lehet rakni tulajdonképpen. És akkor ezt így rakom bele. Voilà, donc je mets ça dedans comme ça. Et je mets aussi le jus. És a levét is bele. Forgatom. Maintenant, je viens rajouter de l'eau. Szóval most vizet adok hozzá. Belegyomkodok jól mindet. Je pousse tout bien dedans. Je devrais pas le faire avec les doigts, mais c'est pas grave. No, szóval nem az ujjaimmal kéne, hogy csináljam, de mindegy. Et on fait bouillir. Une fois que ça a bien macéré, on rajoute du miel et on boit. On n'est pas obligé de rajouter du miel. J'en mets pour les enfants, mais moi je le bois sans. Je préfère. Et c'est délicieux. Szóval, hagyjuk, hogy így felforjon. Utána belerakunk egy kis mézet. De az se kötelező tulajdonképpen. Én méz nélkül iszom, de a gyerek mézzel. És úgy iszuk meg. Nagyon finom. Milyen teját kérsz? Fokhagymásat. Fokhagymásat? Tényleg? Nem, hagymásat, Roci, hagymásat. Hagyma is van benne, meg fokhagyma is, te. Akkor fokhagymás, hagymásat szeretnék. Jó, akkor csinálok fokhagymás tejás. De izé, fokhagymás, hagymás teját. Quand ça commence à avoir cette couleur-là, c'est que c'est prêt. Vous voyez, l'oignon commence à devenir un peu violet comme ça.
un petit peu tout machi-machi là, transparent on va dire. Szóval amikor ilyen a teja, akkor már körülbelül kész, amikor így körülbelül ilyen átlátszó kezd lenni a hagyma, ilyen lilás, átlátszós színe kezd lenni, akkor jó. Ça sent tellement bon. Mm. Olyan jó illata van. À l'enfant, je vais lui mettre un petit peu de miel que j'ai reçu de ma copine de Pologne. Szóval a gyereknek egy kis mézet rakok bele, amit Lengyelországból kaptam. Et voilà, c'est prêt. Szóval kész a teja. La toute première fois que j'ai préparé ce thé, tisane, ou je sais pas comment l'appeler, j'ai dit à personne ce qu'il y avait dedans, et je leur ai juste donné, et ils l'ont bu, ils ont trouvé ça très bon. Une fois que je leur ai dit ce qu'il y avait dedans, par contre, ils ont trouvé ça moyennement bon. Mais bon, maintenant ils en réclament, donc ça va. Szóval, a legelőször, amikor csináltam ezt a teát, nem mondtam senkinek meg, hogy mi van benne, és úgy találták, hogy nagyon finom. Utána, amikor megmondtam nekik, hogy mi volt benne, úgy találták, hogy nem annyira finom, de most már mindenki szereti, és mindenki kéri. Szóval minden rendben. Et mon copain du Cap-Vert qui m'a donné cette recette, il la boit tous les jours parce qu'il avait des allergies avant, beaucoup beaucoup d'allergies, et depuis il n'a plus rien, et il est en pleine forme, en pleine santé, tout va bien, donc il n'a même plus jamais de rhume, plus rien du tout, donc c'est cool. És az a barátom Cabo Verdéből, aki ezt a receptet megadta nekem, az azért issza minden nap, mert annak idején nagyon allergiás volt, és ezzel teljesen eltűntek az allergiái, és már influenzát se kap meg semmit, mert ettől nem lesz sose beteg. És tök jól érzi magát, és tele van allergiával, meg minden, úgyhogy tök jó. Et je trouve que sans miel, ça a un peu le goût d'une soupe au citron. Enfin, voilà quoi. És úgy találom, hogy méz nélkül egy kicsit ilyen citromleves íze van. Mm. Szóval, ja. Ugye? Bólogat, hogy igen. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye! Remélem, hogy tetszett ez az új recept, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Sziasztok! Donc le Cap Vert, ce sont ces magnifiques îles indépendantes du Portugal. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. C'est absolument waouh. Szóval nézzétek, ezek a független zöldföldi szigetek Cabo Verde Portugáliához tartoznak, és nézzétek meg ezeket a nagyon szép színeket. Donc comme vous voyez, c'est moi qui ai filmé, szóval ahogy látjátok, én filmeztem, és így nézek ki, amikor allergiás vagyok a napra. Et voilà à quoi je ressemble quand je suis allergique au soleil. C'est même pas drôle, nem is vicces.